A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szeretettel üdvözöllek, kérlek szépen. Kettő dologról fogunk hosszasan beszélgetni. Az egyik, hogy ma már kevesen tudják, de 70 esztendővel ezelőtt, május 17-én játszották le az Olaszország-Magyarország-Európa kupa mérkőzést. Az akkor már olimpiai bajnok magyar válogatott a öreg kontinens képzeletbeli trónját is elfoglalhatta, miután megvertük az olaszokat, ez az egyik. A másik pedig Regensburgi magyar majális volt, immár a negyedik alkalommal. Ezt erről is szó esik. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, egy levelet kell felolvasnom, most kaptam tőled, amelyet Melokkó Miklós írt. A hatóság. Beszámoló a Helsinki olimpiai emlékmű történetéről, ami ugye itt van Székesfehérváron, kedves nézőink tudják, hogy a koszorúzásokon általában ott vagyunk, hiszen ez nagyon-nagyon fontos itt az atlétikai stadionban, és bízhatunk benne talán, hogy majd a későbbiekben Kül Lajos és az Aranycsapat Alapítvány terveinek megfelelően a magyar olimpiai csapat itt teheti le az esküt az olimpiák előtt. Azok de hadd olvassam fel akkor ezt a levelet, mert nagyon-nagyon fontos. Kül Lajos barátommal együtt dolgoztunk az emlékmű létrejöttén. Nagyszerű volt vele dolgoznom, csak szobrásznak kellett lennem, mert Kül Lajos, mint hozzáértő lelkes menedzser, minden akadályt, gátat félresöpört az útból, ezer vakont gátját eltakarította, és az emlékmű létrejöhetett. Ezen túl, ha bajos dolgom lesz, és Kül Lajos egyetért a szándékommal, megkérem, hogy segítsen, és nem lesz ellenfél. Lelkesedését megérteni vélem, győztes tehetségét csak csodálni tudom. Melokkó Miklós, Zsámbék, 2023. március 29-e. Hát gratulálok ehhez. Rendkívül megtisztelő, köszi szépen. És ebben az értelemben is köszönjük szépen. Hiszen az emlékmű az fontos számunkra, és Székesfehérvár. Hál' ezer év múlva is remélhető. Így van, és a magyar sportnak nem különben. Na tehát, ahogy a kezdésben elmondtam, az európai kupa. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy ez furcsa időszak volt, csoda időszak volt, annál is inkább, mert az aranycsapat például ezen a mérkőzésen futott ki először abban az összeállításban, amit minden kisgyereknek fújnia kéne. Tehát ez a Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, aztán Budai Kocsis, Hidegkuti, Puskás Cibor. Így van. No, és ráadásul ezzel a mérkőzéssel avatták fel a római olimpiai stadiont, ugye 1960-ban rendezték ott az olimpiát. És akkor most jöjj te, hiszen hogy jött az a gondolat, hogy ezt a fantasztikus sikert 70 év múltán ott ünnepeljétek személyesen közösen? Hát hála Istennek, én hogy mondjam, hát számomra szívügy ez a történet. Ismerem minden nagy tettüket, hála magasságos Úristennek. Ahogy említetted, egy áldott időszak volt ez. Ugye 1950-től egészen 1954 júliusáig kérem, hát veretlen volt. Tehát nem talált legyőzőre ez a csodálatos csapat. Isten áldott a tehetségekkel. Hát hemzegtek a világsztárok. Hat volt a Grosics minimum, tehát oda tartozott, akiket megválasztottak ugye az 1954-es világbajnokság után az edzők. Mindenféleképpen a világ legjobbjai voltak. Grosics a kapuba, kérem, és benn voltak az all-sztárcsapatba. Akkor kérem, Bozsik Cucu, akkor utána Kocsis, Hidegkuti, Puskás Cibor. Hat emberben volt az edzők által összeállított all-sztárcsapatba. Óriási dolg volt. De hogy visszatérünk erre a történetre, ugye Rómába említetted kitűnően, kérlek szeretettel, hogy hát olimpiai stadionnak az avatója is volt, és hát mellette még azért azt is meg kell említeni, hogy 28 éve nem tudtuk az olaszokat legyőzni. Tehát 28 éves átok ült rajtunk, kérem, már mondták, hogy nem is volt szabad megverni, mert ugye első kapcsolatunk volt a trianoni békediktátum után az olaszok, és akkor tényleg vigyázni kellett, meg így ugyanúgy nem volt lehetséges, meg nem volt szabad, meg nem igaz. Úgy hozta a sors, de itt 3-0-ra, hogy mondjam, legyőztük őket, de úgy, hogy tényleg 100 000 ember előtt, és fantasztikus jó játékkal. Hát most ugye tényleg még egyszer visszatérve arra, hogy jött eszembe. Hát ez mindig eszembe van. Ez az olimpiai bajnoki cím után ez volt a következő tétmérkőzés.
Tehát tétmérkőzés. Azt jelentette, hogy a 40-es évek végétől elindult az Európa Kupa, és kérlek szépen így csúcsosodott ki, a két legjobb csapat került a döntőbe, mit ad Isten, mit nem, egy mérkőzésen kellett eldönteni, a római Stadio Olimpicóban volt ez a meccs. 100 000 néző, akkor ez azt jelentette, hogy az egész nyugati világ ezt láthatta. Nem. Ennek ellenére, hála magasságos Úristennek, Puskásék talán a egyik legjobb játékukkal rukoltak el, az öcsi rugott 2 gólt, Hidekutinálni a harmadikat, Cibor egy óriási helyzetet hibázott az utolsó pillanatokban. Na de ez a 3-0 is az óriási dolog volt. Tehát itt minden szakember, hát kérem, Vittorio Pozzo, kétszeres világbajnok olasz csapatnak az edzője is, azt nyilatkozta, hát megvan kérem a világbajnoki győztes a mérkőzés után. És méltó volt ez, visszavágó, ha úgy tetszik, a 38-as VB döntő vereségünk. Arról nem beszélve, Sárosi Gyuri meg a Zsengeléréknél, igen, amikor is kikaptuk egy 4-2. De hogy mit is mondtak az olasz közönség, és mit írtak az újságok, azért hadd idézzük meg, az akkori legjobb újságokban a római olimpiai stadion nézősérege olyan labdarúgást láthatott, amely maradandó emlék lesz számára, aztán még egy. A nagy tudású magyar mesterek elsöpörték az olasz válogatottat, és végül, mert hogy lehetne itt idézni hosszú ideig, nyomasztó felsőbbrendűség, a magyar csapat a világ így legjobbja. Így, világ legjobbja. Na most a szervezéssel kapcsolatosan ugye elképzelésem az volt, hogy a tett színhelyén, a fantasztikus tett színhelyén helyezzünk el egy koszorút. Hát nem egyszerű gondoltam, meg figyelmeztetek is, vigyázz Lajos, mert Rómába kérlek szépen az olasz, hogy mondjam, vereséget ünnepelni, azért az nem lesz egyszerű dolog, de azért meg lehet próbálni. Mondom, én mindenféleképpen megpróbálom. Felvettem a kapcsolatot, kérlek szépen, Magyar Labdarúgó Szövetséggel, hát nem úgy alakultak a dolgok, utána a római magyar nagykövetsége. Hát egy óriási meglepetésben volt részem. Hát hihetetlen. Hát képzeld el, kiderült, kérlek szépen, hogy a mi nagykövetünk, aki 11 éve ott van már, Kovács Ádám, Kovács Imrének az unokája volt, aki olimpiai bajnok volt, kérlek szépen, 1952-ben, ugye Helsinki-ben, és hát itt Rómában is ott ült a kispadon. Jó, nem volt lehetséges, hogy Kovács Imre. Arról nem beszélve, hogy ugye Videóton hoztak Székesfehérvár. Itt is két komoly... éven keresztül itt volt, egy 3-szor nyert bajnokságot az újpesti Dózsával. Hát azt mondom, Lajos, hát miért nem engem hívtál fel? Hát ugye jobbra-balra tapogatottam, mondom, Ádám, honnan tudtam volna, hogy te olasz nagykövet vagy, a jó Isten áldjon meg. De hál' Istennek, ő volt, Lajos, hát ez fantasztikus. Kérdezte tőlem, részt vehetek ezen az ünnepségen? Micsoda, megtisztelő, hát szeretném, hogyha ott lenni, mindenféleképpen. Egy dologra kérnélek, mondom, légy olyan kedves, vett fel a kapcsolatot a Stadio Olimpico menedzsmentjével, tehát a vezetőségével, és hogy biztosítsanak számunkra lehetőséget, olyat, hogy ahol leteszünk egy gyönyörű szép koszorút, és ahol megemlékezünk. Mint a karikacsapás, úgy ment, szuper módon elintéztek, kérlek szépen, meg volt beszélve, 10 órakor ott találkozunk, kérem, a Stadio Olimpicóba, küldértünk, ahol voltunk a Római Magyar Akadémián, laktunk, kérlek szépen, küldértünk egy autót, oda kimegyünk, kérem, és akkor ott már várt 3 ember a Stadio Olimpico vezetésről, még mellette egy fantasztikus idegenvezetést kaptunk, és utána megvendégeltek bennünket. Tehát gyönyörű, szép helyen, a leglátogatottabb helyen tehettük le a koszorút. Közben ment a meccs, kedveskedtek. Ment a meccs, az 1953-as meccs, Puskás, tehát a highlights, a legfontosabb dolog. Puskás ugdalt a gólokat folyamatosan, kérlek szépen, egyiknek vége volt, jött a következő, ugyanaz. És a Hidekutinál, tehát láttuk a gólokat, és akik éppen ott eljöttek, azok is, mert ugye letettük a koszorút, és látszott, hogy ugye Hungary egész Italy 3-0. És akkor ugye hihetetlen kedvesek voltak, aranyosak voltak, tényleg ott is megvendégeltek bennünket, de mondom, mi nem csak erre jöttünk emlékezni, mert gondoltuk, hogy azért egy kicsit, hogy mondjam, majd el lesznek egy kicsit hát szomorodva, mivel hogy őket egy komoly vereség érte. De hát azért tényleg kedvesek voltak, nem éreztették velünk, és bejelentettem azt, hogy van egy másik programunk, és megkértem a követőrat, tehát Kovács Ádámot, még egyszer mondom, jó mondani, tehát Kovács Imre unokáját, olimpiai bajnokunk unokáját, kérlek szépen, hogy van egy másik elképzelésem is, segítsen ebbe is, vigyenek be bennünket taxival. Tűr István, kérlek szépen, Garibaldinak egyik jobb kezem. Úgy hívják, hogy Tűr István tábornokot, mint kérlek, a rettenthetetlen magyar, Palermo hőse,
Nápoly hőse, kérlek szépen. Utcát neveztek el Nápolyról. Palermóba, kérlek. Kimentünk, fölvittek, kérlek szépen oda, itt vannak a fényképek. Fölvittek oda bennünket, az ottani, átmentük a Tevere másik oldalára, az ottani Gellértegyre, nagy, hatalmas garibaldi szobor, jobbján ott volt, kérlek, ott van Türpista. És akkor ott is, kérlek szépen, fejet hajtottunk ezelőtt a fantasztikus, felejthetetlen, nagy olasz-magyar hős előtt, és akkor mondták az olaszok, ez igen, kérem, boldog. Lajoskám, kiből állt a küldöttség? Hogy hát, állítottátok össze? Melokkó Miklós szeretlen volna, utolsó pillanat kedves felesége nem engedte. Tolcsai Béla jött volna, ő meg lebetegedett. Így Takács János jött a Párkózi polgármester barátom, ketten mentünk. Igen, akivel az olimpiai szobor is. Igen, igen. Hogy mondjam, ő elkötelezett hív ennek a történetnek, kérlek szépen, és mivel, hogy most nyugdíjban van, bekapcsolódott, és a legnagyobb szeretettel. Ez mennyire adott megerősítést az Aranycsapat Alapítványnak? Mert erre gondolni is kell. Tehát nagyon is jól tudjuk, hogy sokan azt mondják, hogy már megint a múltban révedezünk, de igen, a régmúlt dicsősége nagyon-nagyon fontos. Micsoda? Aki a múltat nem becsülje, már megmondták a görögök, a jövőt nem érdemli. Ilyen nincsen. A múltra építjük, tehát a jövőt, érted? Jelen keresztül a jövőt. Tehát ilyen, ez a tett, hát hogy erősíti a hitet, érted? Hogy ez lehetséges. Akkor is lehetséges volt azokban, hogy mondjam, nyomorúságos 53 is, 52 katasztrofális volt. Tehát a magyar történelem, a 20. századi magyar történelem legsötétebb periódusa, kérlek szépen. Így van, és egyetlen tapasztaló volt Isten tanítja. Sztálin halála, Rákosi. Úgy van, úgy van, úgy kicsi kis elnyűlés, de tovább ment még a történet. Ugye egészen 56-ban kezdődött valami. És ebből hagyományt kívántok teremteni? Hogy hagyományt csinálok? Hát most is. Szerinted hányan gondoltak arra, hogy oda ki kéne menni? Egyedül voltam ott, de nem baj. Éreztem azt, kérlek szépen, hogy ez a példa, tehát az, hogy egyértelműen egy ilyen 70. évfordulója volt. Így van. Tehát it's now or never. Most vagy soha. Ilyen nincsen. És még vannak élők. De én úgy gondoltam, hogy ez olyan nagy, hogy Lajoskám, ez tétmérkőzés volt. Így van. Tehát nem barátságos, mert ez tétmérkőzés volt, óriási, kérlek szépen idegenben, és az olasz válogatott mindig is jelentős játékerőt képviselt. Az olasz válogatott ellen győzni Rómába 100 000 nézőn óriási nagy dicsőség volt. Az egész nyugat, még egyszer hagyd mondjam el, kérlek szépen, hogy az egész Nyugat-Európa látta ezt, mi, hogy televíziót már 1936-ban bekapcsolták Németország az olimpián, érte? És onnantól kezdve mindent láttak. Bozsik József, ugye a válogatott, százszoros válogatottja, Cucu, így fogalmaz erről, hogy magamtól ismét a támadó szerepkörre álltam át, és a gépezet beindult. Emlékszem, levettem a labdát a pálya közepén, csináltam két cselt, majd a felfutó Hidegkuti elé tettem a labdát az olasz Grosso mellett, Nándi átvette, majd a kapuba helyezte. Hát, ez volt a megnyugvás, és akkor utána jött még az öcsi két gólja, Puskás öcsi két gólja. Azt mondja, egy fejezi be egyébként Bozsik, hogy 28 éves álmunk vált valóra, saját pályáján vertük meg rettegett hát ellenfelünket. Közölték velük, mert tudod, győztünk kérlek szépen 52-ben is az olaszok ellen. De ők mondták, ez csak az amatőr csapat volt. Akkor már le volt, de akkor már tudták, hogy ez lesz a döntő, kérlek szépen 52-ben, feltételezhetően az olasz-magyar, majd azt mondták, ott lesz picsi-pacsi, elverünk benneteket. Igen. Hát aztán szépen felavattuk, kérlek szépen, ebből az, de gyönyörű stadionavatás lett, 3-0-ra nyertek a magyarok. Kérlek. Igen, mert tegyük hozzá, hogy az 52-es olimpián még nem játszhattak a nyugati országok profi játékosai. Nem. Tehát amatőrök. Igen. No, tehát ez egy csoda, óriási, és óriási lesz folytatása, mint ahogy kezemben tartok egy fantasztikus plakátot, ez a negyedik igen. Regensburgi magyar majális. Igen. Fantasztikus sztár vendégekkel, László Attila, Náksi, Aranyosi Péter, Pityeszes és Gyufa. Ott van alatta. És díszvendég Külajos Prima Primissima díjas labdarúgó. És volt focitorna, sok minden más. 10 csapattal, kérlek szépen. Hogy nyertél erre meghívást? Hát fölhívtak, kérlek szépen, évben, vagy fél évben, januárban hívtak, kérlek szépen, hogy szeretettel várnak. Hát ők rendszeresen, Regensburg csak 600 kilométer, rendszeresen járnak haza az emberek, akik ott laknak. Különböző, hát ott van a munkahelyük, tudom, hogy 10 év egyiknek, a másiknak 20 éve, kérlek szépen. És azok a magyarok, akik ott, tudom én, hát ilyen szervező emberkék, kérlek szépen, hát felhívtak januárban, hogy lenne időm. Semmi gond, mondom, megnézzük, hogy mi újság, mikor gondoljátok. Azt mondták, kérlek szépen, hogy tehát pünköskor, május utolsó vasárnap, hétvégén, nagyszerű, mondtam, aláírtam, és akkor kérem, mondtam, megyek. Milyen egy ilyen program? Hát, hiszen azt mondod, hogy sok-sok magyar van. Hogy, na, rengeteg magyar, hihetetlen sok magyar volt.
Ugye van egy kultúrblokk, volt, tehát ott a Jóisten a szavaló, volt akkor humorista, volt énekes, stb. És akkor mellette ugye volt a focipálya, kérlek szépen, ott meg volt a foci, kérlek szépen. És 10 csapat volt, 5+1-es, tehát 5 mezőnyjátékos és a kapus. 10 komoly csapat volt, jó, 2 csapat volt Erdélyből is, de többi az mind a németországi magyarok voltak. 2 hát. Csapat, mondom, volt, hogy mondjam, egyik Kolozsvár, a másik pedig Székelyföldről. Jó. És akkor volt 10 csapat. Gyermekemet is betettem, kérlek szépen, mondtam, hogy engedjék ma, hagyj, mozogjanak kicsit. Hála magasságos is, de minden várakozás felülmúlva, legszebb voltunk, de kérlek szépen, és akkor tényleg hát, de nagyon hasznos tagja, és jó játékot mutatott ott. Jól van. Volt. No, akkor folytassuk azzal, hogy egy érdekes... Igen, egy olyan medál van a nyakadban. Tegnap történt, azt kérem, hogy Nagy István barátom, aki nem kevesebb szer, mint 10-szer megjárta a 930 kilométeres távon levő El Caminót, a Zarándok utat. Tudni kell azt, hogy ez az úriember, tehát Nagy István vállalkozó műgyűjtő, fantasztikus vállalkozó, fantasztikus műgyűjtő, kérlek szépen, hát gyógyíthatatlan beteg volt. És azt mondja, megpróbálja. A második El Camino után, tehát nem nincs magyarázat rá, semmilyen orvosi vála, tehát hogy meggyógyult. És utána még 8-at hálából rátett. Még 8-at. Most volt kérlek szépen 10-szer, és ebből az alkalommal kapott ilyen dolgot, és akkor elhozta nekem ajándékba. Kérlek, itt van a El Camino. Santiago de Compostela, az a végső cél, tőle, Szent Jakab sírja, ugye kérlek szépen, apostol sírja. És akkor onnan hozzat egy, hát mondom, ez csodálatos, kérlek szépen. Ez az ember, hát most azért képzelj, elindulnak a francia oldalról, Pireneusokon át, hegyeken át, és akkor napi 40 kilométeren kérlek szépen odaérnek. Hát számít ki hány napon, érted? És akkor fant, és kérlek, tényleg meggyógyult ez az ember. És azóta hálából még rátett 8-at. Fantasztikus. Ez olyan élménye, ja is mondta ezt is. A táv felénél körülbelül, hát ott, ő előzget emberek, leginkább előzget, mert elég gyorsan megy. Arra is büszke volt, azt mondja, hogy akikkel találkozott, meg akiket látott, egyértelművé tette a dolgot, hogy ő a legidősebb. Ő a legidősebb. Hát 75 éves ő is, 75 éves. Azért az nem akármi kérlek szépen, azért 930 kilométer. Próbálja 100 kilométert lesétálni kezd helyre, kérlek, az sem akármi. De ő megcsinálta ezt. És kérlek szépen, azt mondja, találkozott egy társasággal, megálltak egy kicsit beszélgetni, egyik innen jött, másik onnan, Angliából, a Jóisten tudja, Franciaországból, meg Hollandiából, és akkor kérdezte, hogy honnan jön. Kérlek szépen, honnan jön? És akkor mondta, hogy Hungary. Kapásba, azt mondja, ezt el kell mesélnem, Lajos, mondja nekem. Azt mondja, nagyon boldognak kell, nagyon elégedettnek is boldognak kell lennetek, azt mondja, a your prime minister, Viktor Orbán, az egyetlen normális ember Európában, akinek azt mondja, hogy hezon, tehát, hogy healthy brain, tehát, hogy egészséges agyvelel van érte. És legyetek határtalan büszkék és boldogok, mert az az ember, kérlek szépen, egy csoda. No. Tehát ezt el kell mondani, mert ő elmesélte. Világos. No, viszont egy fontos kérdés még. No. A Kárpát-medencei játékok folytatódnak. Hogyne, folytatódik tovább, természetesen kell. Mire készültek? Kérlek szépen, most lesz még júniusban, és szeptemberben folytatódik, kérlek szépen. Lesz asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmeték egyrészt, másik rész pedig szeptember Lórántéban, ennek kapcsán csinálunk egy tornát, kérlek. Ugye az aranycsapat középhátvédjéről beszélünk. 100 éves, kérlek szépen. A kiváló edzőről. Lóránta kapcsolatos hagymeséljek egy dolgot, kérlek szépen. No. Ugye természetesen ő is tagja volt annak a csapatnak, akit említette az előtt, tehát a Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsi, Sirekuti, Puskás, Szibó, a 6-3-as Wembley győzelme. Jöttek haza, és Rákosi elvtárs kérdezett, hihetetlen, boldog volt. Megajándékozta őket, kérlek, kitüntette őket munkaérdemlet aranyfokozatára. Miután megkapták ezt az elismerést, ez nem akármi, kérlek szépen, utána oda ment beszélgetni egy kicsit a Lóránthoz, hogy Lóránkán, hadd mondjam meg magának őszintén, azt mondja, én akkor voltam a legnyugodtabb, amikor magánál volt a labda. Maga egy remek futballista. Csak ne lenne ilyen reakciós. Azt mondja, tudja, Rákosi elvtárs, ez úgy van. Úgy volt, azt mondja, háború előtt maguk voltak opozícióban, most meg mi?
És akkor várjál, normálisan ezért 20 év jár, mögötte ott volt, kérdezik, a Farkas Mihály súgta, Lóránt, akkora elnéz, akkora trúgok a falakába, kirepül a béketáborból. Meghallotta Rákos is, akármilyen halkan mondta, hogy tábornok elvtárs, Isten ments! Hát hiszen, hát hogy gondolja maga ezt? Hát 3 éve is már majdnem kirepült, a határon csíptük meg. Meg nem ezt kell csinálni, hanem azt kell csinálni, szocialista embert kell belőle faradni, kérem, mindenkinek a legnagyobb örömére. Tábornok elvtárs, felejtsen ezt a hülyeséget, majd mi megneveljük Lóránt elvtárs. No, hát azt azért tudjuk, hogy nem sikerült, hiszen a német bajnokságban edzőként remek eredményeket ért el. No, akkor összegzésül talán akkor mondjuk el, hogy én gratulálok egyik oldalról az olimpiai emlékműhöz szóló elismerésnek. Köszönjük szépen, hogy ápolod azt az emléket, ami az 1953-as Európa Kupa győzelemhez fűz bennünket. Mindig kérdezel, aranycsapat. És hát várjuk azokat a lehetőségeket, hogy tudjunk beszélni a Kárpát-medencei fiatalok sporteseményeiről. Meg ezt a hívva kérlek szépen. Jó, természetes. Lajoskám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kérem szépen, nagyon szívesen, never ending story, soha véget nem érő történetet csinálunk a mindenható Isten segítségével. Ehhez kívánok jó egészséget továbbra is, és minden nagyon jót. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A vendégem Kül Lajos volt, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.